Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakel Metal autóalkatrész. Amerika az ígéret földje, és még autós szempontból is megáll ez a kicsit elcsépelt kijelentés, hiszen van ott egy csomó-csomó érdekes veterán, youngtimer, meg akár új pár éves autó is, amire az európai emberek úgy tudnak vágyni és érdemes behozni. Úgyhogy most meghívtam Siva Istvánt, akivel végig dumáljuk azt, hogy mivel jár egész pontosan, hány meg hány ezerféle buktatója van annak, mire egy amerikai autó Magyarországra ér. Ha valaki Amerikából autót akar hozni, az egy ilyen nagyon távoli, nagyon bonyolult dolognak tűnik, hiszen mégiscsak egy kontinenssel van arra, az az egész ország. De egyáltalán beszélhetünk arról, hogy Amerikából hozunk autót, vagy államonként teljesen eltérőek ennek a feltételei. Hogy érdemes ennek nekiállni egyáltalán? Hát uh... Mióta ez a úgynevezett válság van, azóta ez egy borzalmas fejfájás. Korábban, korábban is szopós volt, de most katasztrofális, mert ha te most úgy döntesz, hogy, hogy szólsz nekem, hogy szeretnél, most mindegy, hogy veterán, nem veterán, egy járművet hozni, maradjunk annál, hogy jármű, nem is feltétlenül autó akarsz hozni Amerikából, és megkérdezed, hogy ezt hogy lehet megoldani, akkor két-három fontos kérdésedre nem tudok válaszolni. Nem tudom megmondani, hogy mennyibe kerül, nem tudom megmondani, hogy mikor fog hazaérkezni, és nem tudom megmondani neked, hogy aztán ezt Magyarországon lehet-e, és ha lehet, akkor mekkora szívással lehet legalizálni, hogy ezen magyar rendszám legyen ugye korábban ö, ezek a problémák ezek nem voltak mert mert a konténeres cégek azok adtak egy fix árat, és tudtad, hogy mondjuk a nyugati partról 6 hét tehát leadod a kikötőbe az autót, és durván 6 7 múlva megérkezik Rotterdamba, ahol, hát hogyha veterán, akkor mindenképpen hollandiába volt érdemes, meg ma is ott érdemes vámkezelni, mert sokkal kedvezőbb a vámtétel, ráadásul a hollandok nem feltételezik róla, hogy csalsz a számlával, és a, ráadásul arra is rájöttek, hogy a, a vámbevételek azok ugye ott maradnak, míg a környezet szennyező szarodat elhozott onnan, tehát ott csak a bevétel marad, és ezért igen gördülékenyen és rugalmasan működnek a dolgok. Tehát volt egy, volt egy bejáratott rendszer, és ha belevágtál, akkor, akkor nagyjából tudtad, hogy ennek mi lesz a vége. Ugye, Bocsánat nem szeretnélek félbeszakítani, de előbb itt felvetettél a három-négy problémát. Igen. Azt, hogy az autó ára megállapíthatatlan, az az árfolyam kockázatnak tudható be? Nem. Ö, a, nem az autó ára megállapíthatatlan, mert annak ugye van egy, mondjuk ha Amerikáról beszélünk, akkor vannak van egy dolláros ára, és az dollár annyi, amennyi. Én nem gondolom, hogy ezt át kéne számolni. Tehát, hogyha te egy tízezer dolláros autót akarsz venni, az egy évvel ezelőtt is tízezer dollár, tízezer dollár volt, meg most is. Hogy, 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 az árfolyama hogy mozog, az, hát az mindenkinek a saját kockázata, hanem, a, hanem a, 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 arra nem tudok neked árat mondani, hogy a végén, Összességében, mire leteszi neked a tréler mondjuk a házad előtt, hogy az mibe fog kerülni. Értem. Mert nem tudom megmondani a, szállítá, a, a tengeri szállítási költséget. Most a speditőr cégek nem adják meg. Azt mondják, hogy majd, ha megérkezett a konténer, akkor tudnak mondani árat, mert hogy olyan szélsőséges árak között ingadozik a szállítás, hogy egész egyszerűen 6-8 hétre előre nem adja meg az árat. És, és azt se tudja megmondani, hogy körülbelül mikorra jön meg a konténer, mert a hajó most is megjön 6 hét alatt, csak nem biztos, hogy ki tudják rakni a kikötőbe, mert a szankciók miatt annyi. Tehát a, a terminálokon hegyben állnak azok a konténerek, amiben Oroszországba irányuló szankciós termékek vannak, amit nem tudnak kirakni, mert, mert nem lehet eljutatni most legálisan Oroszországba, és emiatt borzalmas torlódások vannak. Tehát simán előfordulhat, hogy egy hajó megérkezik a kikötőbe, de nem tud kikötni, vagy nem, nem igen, nem tud kikötni, és várakozik kint, hogy majd legyen hely, meg legyen hely arra, hogy levegyék róla a konténert, és hát vannak ilyen apróbb dolgok még, hogy, hogy ugye egy konténerszárító hajó az borzalmasan nagy. És akkor, amikor gond van a kirakodással, akkor nem mindegy, hogy a te konténeredet az első között tették föl a hajóra, vagy az utolsók között. Mert ha az elsők között, akkor a hajó gyomrában van, és nyilvánvalóan a végén fog kikerülni. Ha meg az utolsók között tették föl, akkor a tetején van, és az első között fogják levenni. Mekkora időbeli differencia van csak ez 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 Hát ez régen, gondolom, hogy egy-két nap volt, de most, hogy ilyen probléma van a kirakodásokkal, ez több napot is igénybe vehet. Tehát, és erre, erre nem gondolnak egyébként a, a, az emberek, meg ugye az sem... Meg bizonyos szempontból, ha a hajó gyomrába van, akkor szerencséd van, mert ha nagy viharban jön a hajó, ugye minden konténeren vannak szellőző nyílások, ahol, hogyha nagy a hullámzás, akkor becsaphat a tengervíz, és az ott szépen bepenészedik, mire az alatt a 6 hét alatt átcsónakázik a, a konténered. 40-50 éves autónak ennél több nem is kell. Igen, de hogyha a hajónak a gyomrába van, akkor nyilván később fogják kivenni, viszont nagyobb biztonságban van. De ezt, ezt nem lehet befolyásolni, mert ahogy rakják a konténereket, ahogy telik a hajó, de ez mind olyan apróság, ami, ami, ami befolyásolja vagy befolyásolhatja a történetet, és hát erre nincsen, nincsen semmi befolyásunk. Tehát nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni a szállítás, nem tudjuk, hogy mikor fog lekerülni egyáltalán a hajóról az autó, ami a konténerben érkezik, és amit még emlegettél, az a magyar államigazgatással való megküzdés. hát, hát igen, hogyha ha az jön. autó veterán, akkor ugye lényegesen egyszerűbb a... Hát nem egyszerűbb, de, de akkor, akkor tudható, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén az tud magyar rendszámot kapni. Hogy most ezekkel a feltételekkel, ami ehhez kell, egyetértünk vagy nem, az egy másik kérdés. Én nem gondolom, hogy egy veterán autónál a kipufogó rendszert azt le kell festeni ez is színűre, mintha most Gördült volna, ki a, gördült volna ki a gyárból, mert számomra az, hogy... A zsigulin még le volt, úgyhogy le kell Hát oké, okay. számomra az egy előny, <laughs> Jó, zártam, hogy egy 40-50 éves autóban, mit tudom én, ettek, ittak, szeretkeztek, és a többi, és ennek nyoma van, minthogyha mint hogyha csavarról csavarra, nulláról építek egy olyan járművet, ami úgy néz ki, mint egy veterán, de gyakorlatilag mindene új. Tehát egy patinás bőr, vagy egy kicsit a fényezés, az számomra értéknövelő tényező, de mindegy, ebben Egyéni a kérdésben referencia. így van. A lényeg a lényeg, hogy egy veterán autónál tudjuk azt, hogy ezt lehet minden különösebb szopás nélkül Magyarországon legalizálni. Hogyha viszont nem veteránt hozol, akkor, akkor belép az a faktor, hogy az amerikai piacra gyártott autók azok valami miatt a magyar jogszabályoknak nem felelnek meg. Tehát ha a Kaliforniában az legálisan közlekedett, akkor valószínűleg annyira uh, környezetszennyezőek ezek a járművek, és, uh, és uh, életveszélyesek, hogy az a magyar, uh, kö, magyar közlekedésben nem beintegrálható. Bocsánat, ha jól tudom, Kalifornia a legszigorúbb uh, a kibocsátásokat tekintve. Igen, tehát van az Amerikából hozott autókon elő is fordulnak ezek a matricák, amik a Kaliforniában Az utalnak. külön föltüntetik, tehát egy modern autónál, az külön föl van tüntetve, hogyha amerikai piacra gyártották, hogy a kaliforniai e, törvényeknek is megfelele a kibocsátása, mert az, hogy a többi 51-nehány államban megfelel, az nem biztos, hogy Kalifornia. Tehát Kalifornia annyira szigorú, hogy, hogy az külön föl van tüntetve, hogyha Kaliforniában is megfelelt de tehát, Magyarországon ez kevés? Ha, magyar, hát mondjuk a, igen, kevés, mert nem tudom, mi bele vagyunk pistulva ebbe a elbetűs lámpáktól kezdve a mindenféle egyéb történetbe, és ehhez aztán úgynevezett COC papírt szerezni, hogy az megfelel az uniós normáknak. Certification of conformity. Igen hogy ez megfelel a, a, az európai normáknak, ez, ez azért nem egy egyszerű történet, és e, korábban ugye, e, hogyha vettél egy ilyen autót mondjuk az Unióban, és annak már volt uniós rendszáma, forga, mondjuk Németországban vettél egy amerikai autót, de az már Németországban levizsgázott, akkor ez nem volt probléma, mert ugye, valamilyen uniós jogharmozizáció miatt, ezt utána minden tovább nélkül itthon is forgalmat tudtad helyezni, mert már német forgalmi engedélye volt. Na ez ma már ez sem így van, mert ugye, hogyha az alvászámból kiderül, hogy ez amerikai piacra gyártott, már pedig az alvászámból kiderül, akkor uh, mi teszünk arra, hogy ez Németországban megfelelt, ettől még ez, ez Magyarországon nem jó. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezzel akkor a Magyarországon már bent lévő és legalizált amerikai autóknak akkor most valamelyes fölfele indul az ára, vagy pedig, vagy pedig ez nem befolyásolja a hazai piacot. Tehát, hogy érdemes-e inkább itthon túrni amerikai autót, hogyha én mindenképpen ilyet szeretnék, vagy pedig, vagy pedig nincs más hátra, bele kell vágni ebbe a kihívásba? Hát, hogyha most én szeretnék amerikai autót venni, és ö, ö, választási lehetőségem lenne, akkor én inkább, tehát én azt gondolom, hogy ha találok Magyarországon olyan autót, ami megfelel az igényeimnek, ennél olcsóbban, mint itthon, nem tudom megvenni. Tehát mire, mire minden költség rárakódott, hiába tűnik úgy, hogy Amerikában esetleg olcsóbb, a végére ugyanannyi lesz, vagy drágább lesz, de megsporolom, hogyha itthon veszem meg, akkor megsporolom, először is megsporolom azt az izgalmat, ami a vásárlástól az autó megérkezéséig eltelik, mert ahogy te is mondtad, azért Amerika a világ másik végén van. Nagyon sok ember elköveti azt a, azt a hibát, hogy vagy legalábbis szerintem azt a hibát, hogy mondjuk az ebay vásárol és ugye ott fölteszik a, a, azt a tíz esküvői képet a kocsiról, és ez alapján, a, ezek alapján, a fotók alapján te eldöntöd, hogy az neked jó lesz vagy nem lesz, de a tapasztalat az, hogy körülbelül 80-90 százalékban e, csalódást fog okozni, ami olyan jónak tűnt a, a, az ib s hirdetésben, amikor meglátod a valóságban, tehát ezért az amerikai e, autójavítási kultúra, azt ugye látjuk a televízió, televíziós sorozatokból is, az borzalmas. Tehát ott, hogyha történik egy sérülés mondjuk egy sárvédőn, akkor az, az nem lakatos, lakatosért kiállt, hanem szobrász mert föl fogják gittelni, mindegy, hogy két centi vastag git lesz rajta, és le fogják festeni. <laughs> Tehát én, én mindig azt mondom, hogy egy bizonyos érték fölött Persze nyilvánvalóan kinek mi a sok, de azért általában azok az emberek, akik, akik egy átlagos autót vásárolnak Amerikában, azért az, az egy jelentős befektetés. Én azt mondom, hogy egy bizonyos érték fölött érdemes uh, utána járni. Vagy úgy, hogyha van kint ismerős, aki esetleg ért hozzá, megbeszélni vele, hogy menjen el, nézze meg személyesen. Amerikában is, Amerikán belül is lehet fapados légitársággal repülni viszonylag olcsón. Tehát érdemes egy 8-10 ezer dolláros autónál is mondjuk 1000 dollárt rászánni arra, hogyha van kint valaki, aki meg tudja vizsgálni az autót, hogy azt megnézze. Léteznek olyan vállalkozások kint egyébként, akik ezt elvállalják bizonyos összegér. De azt kell, hogy mondjam, hogy ott ugyanúgy az autószakmában nagyon sok csalás van, mint ahogy, mint ahogy, nálunk is mondjuk. Nem, nálunk nincs, de mint a világ más részén, úgyhogy ezeket a vállalkozásokat, tehát létezik az az összeg, amiért egy állapot felépő, felmérőt meg lehet vesztegetni, és azt mondja, hogy tök jó. És, és amikor nem állsz a hátam mögött, egy kontinenssel mi... arrébb vagy. Igen. És, am... és mire elfé. megérkezik az autó két-három hónap múlva, hova mész reklamálni, hogy hogy ez szar volt, érted? Tegyük fel azt, hogy akkor most tisztába kerültem minden szívásfaktorral az Amerikából történő autó behozatelne, de én mégis hajthatatlan vágyat érzek, hogy mondjuk egy 2010-12 körüli Charger SRT-t behozzak, hiszen abban azért van egy kis bugi, de azért nem is veterán, hogy túl könnyű dolgom legyen, de és, és, egy olyan autó, amit Európában nem fogok megkapni. Nagy eséllyel. Szóval, hogy én egy ilyen autót szeretnék. Hol állok neki keresni? Azt mondtad, hogy az eBay felejtős. Ez régen, ez úgy működött, és mi úgy tudtunk jó díleket csinálni, hogy amikor jártunk össze-vissza az országban, akkor a szupermarketekben, benzinkutakon, itt-ott fölvettünk ilyen ingyenes hirdetési újságokat, amiben mindent hirdettek, tehát a barbecue-tól kezdve a használt gumipapucson át az autóig. És akkor így közvetlenül a tudtál, tulajdonosoktól tudtál vásárolni, és ráadásul ezek még régi vágású emberek voltak, akik Papír alapú újságban hirdették a dolgukat, és oda tudtál menni, és arcuk volt hozzá, és a többi, és a többi, és, és így tudtál vásárolni. Én, ugye most gyakorlatilag mindenki, szinte mindenki csak az interneten árulja a, a dolgait. Kell keresni olyan oldalakat, tehát én, én az eBay-t Nekem rossz tapasztalatom van. Ha már Tehát, nevesítetted az ebay-t, akkor nevesíthetsz olyat is, amit mondjuk te megbíznál, vagy megbízol. Én, én azt mondom, hogy van kint egy olyan oldal például, hogy Craigslist, ami egyébként van Európában is. Lehet, hogy van magyar, magyar kiadása és ezt nem tudom. Én például a Craigslistet erre sokkal alkalmasabbnak tartom, mert hogy ott nagyon sok privát, privát hirdet, és talán kevesebb vagy a tapasztalatom az hogy kevesebb simliskedés van rajta mint ezen a korábban nevesített oldalon. Tehát én például megnéznék ilyet vagy vagy egész egyszerűen csak keresőbe beírnám hogy mit keresek és akkor fog, ki fog dobni egy kisebb, csomod, lokális, oldalakat kisebb is lokális oldalakat is ami ahol ahol érdemes érdemes nézelődni és hát mondjuk ennél a fiatal Chargernél mondjuk teljesen, teljesen mindegy, de a veterán autóknál például figyelni kell arra, hogy gyakorlatilag a a kúránsebb eladó autóknak a 70-80 át kaliforniai kocsinak hirdetik. De ez csak a, ez csak a látszat. Bocsánat, mert, a Kalifornia az az amerikai hirdetések idős házas Igen, így van. Tehát a kaliforniai a nevadai, meg az arizonai azok... Ezek nagyon száraz helyek. Hát, de ez csak részben igaz, mert Kaliforniában, hogyha az az autó az életét a tengerparton töltötte el, mert malibui, malibui lakos volt a tulajdonosa, ott rohadt sós, párás levegő van, és rozsdás lesz az autó. Hogyha Nevadában töltötte az élete nagy részét, de mondjuk Reno környékén, ahol télen van hó. Tehát simán látott havat az autó igen, meg így van. Tehát szóval figyelni kell arra, hogy, hogy ezt ott tudják, ezt az idős orvos házaspár kontra Kalifornia történetet. Azért az egy árulkodó dolog, hogyha mondjuk, nem tudom, veszel egy Ford, vagy akarsz venni egy Ford Mustangot, ugye ott van lehetőséged arra, hogy egy úgynevezett Marty Reportot lekérjél róla, az egy néhány tíz dollárért lekérhető, egy szolgáltatótól lekérhető adatlap, ami minden szerepel. Mikor gyártották az autót, melyik üzemben gyártották az autót, milyen felszereltsége volt, és a többi, és a többi. Amerikában ma sem, meg régebben sem voltak hülyék az autógyártók, tehát egy kaliforniai piacra gyártott autót, azt nem Washingtonban, Washingtoni gyárban gyártották, hanem mondjuk San jose tehát, hogyha ha kaliforniainak hirdetik az autót, és annak a, az előélete az nem Kaliforniában kezdődött, már el kell kezdeni gyanakodni, illetve, hogyha egy nagyon friss rendszám van rajta, egy nagyon friss bejegyzésű forgalmi engedélye van, akkor megint gyanakodhatunk, hogy esetleg, csak most mondok valamit, valahol ájovába megvettek egy rosdabogját, átvitték Kaliforniába, ott leregisztrálták, vizsgáztatni nem kell, mert az Egyesült Államokban az nincs, veteránnál semmi nincs, a modernebb autóknál csak környezetvédelmi vizsgálatra kell vinni két évente, és tehát, hogyha ha egy nagyon friss forgalmi engedélye van, és friss amerikai, kaliforniai rendszámtáblája van, akkor megint gyanakodhatunk, hogy esetleg az csak az utóbbi egy hónapban lett kaliforniai, közvetlen a, a hirdetés előtt. Tegyük fel, hogy megtaláltam az én ellenőrzött előéletű, magánszemély által hirdetett, valóban mondjuk abban az államban használt autómat, amit úgy érzem, hogy érdemes belevágni. Mi az első lépés? Tegyük fel, hogy esetleg már kerestem egy olyan céget, amelyik elvégzi az autó átvizsgálását, és küld nekem egy reportot arról, hogy milyen állapotban van az autó. Hát, Tehát, akkor... Nekem ilyenkor repülőre kell ülnöm, és személyesen kimenni, úgy intézni, vagy érdemes inkább megkeresni egy szakembert? Melyikkel járok jobban? Én azt mondom, hogy bizonyos összeg fölött én semmiképpen nem vennék látatlanba autót. Hogy, ez, hogy kinek mekkora, az át, á, kinek, mekkora a fájdalom küszöbb, az egy dolog. E, az ugye egyénenként változik. De el kell, hogy mondjam, hogy hát nem, talán nem titok, te azért láttam már egy-két Amerikából hozott autót, mondjuk Selbiket, régi Selbiket, amik évekkel ezelőtt is egy hatszámjegyű dollárban, hatszámjegyű összegbe kerültek, és ennek ellenére, hogy ezek ilyen drága autók, magán viselték annak a nyomát, hogy ezt Amerikában festették, foglalkoztak vele, és a többi, és a többi. Tehát azokhoz is hozzá kell nyúlni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tehát mondom, bizonyos összeghatár fölött mindenképpen, de nem feltétlenül kell neked repülőre ülni és kimenni, mert azért oké, okay, hogy veszel egy repülőjegyet és kimész, megérkeztél a reptére, és el kell menned, bérelned egy autót. Amerikában autó nélkül nagyon nehéz. Igen, mozognak. nagyon nehéz. Még városokban is. Igen. Hovas. De, hogyha mondjuk a reptéren nagy több béreled az autót, nem ilyen kis független ö, ö, himi-humi ö, a következő lépés az lesz, hogy elkérik a jogosítványodat. De a te jogosítványod az Egyesült Államokban nem érvényes. Neked ahhoz előre ki kell váltanod itthon a nemzetközi jogosítványt. Tehát, hogyha ezt elmulasztottad, akkor ott állsz a reptéren és... A nemzetközi jogosítvány az a papír, amire magyarul rá van írva, hogy nemzetközi jogosítvány? Hú, te, én már nem, emlé nem emlékszem. De nekem van, és hogy magyarul, magyarul szereplő -e rajta. Hogy én, én már nem, nem emlékszem, jogosítás. mert nekem olyan régen nincs, hogy nem tudom. Adjuk meg azt hiszem a hetedik vagy a nyolcadik oldalon van egy International Driving License felirat. Igen, de jól, be, tehát az a papír alapú, a, a régi próba rendszámos könyvekhez hasonlítanám. Füzetke, igen, igen, tehát az a nagyon, nagyon kelet-európai kinézetű, fényképes bubánat, igen. Három hónapig voltam kint, és mindig úgy bíztam benne, hogy most már egyszer megállít egy rend hogy a kezébe nyomhasson a nemzetközi jogosítványodat. Érdem, érdemes lett volna fölvenni az arcát, amikor ezt előveszed és megmutatod. De, de, de tehát, hogy annyi ilyen apró buktató van benne, mert hogyha ezt nem szólt neked valaki előre, és mondjuk nem nevesítem, de mindegy, egy nemzetközi bérautós cégtől szeretnél egy autót bérelni, akkor ezzel, hogy nincs nemzetközi jogosítványod, ezzel már problémákba ütköztél. De például nekem a hercel volt egyszer egy olyan beszopódásom Dubajban, hogy nem tüntették fel, hogy csak kreditkárdal lehet az autóra kauciót tenni, nekem meg csak debitkárdal volt. És amikor mondtam nekik, hogy ez miért nincs sehol feltüntetve, akkor megmondták a vállukat, én megtaxisztam öt napig Dubajban. Igen, tehát ez, is, tehát ez a következő, következő dolog, hogy azért Magyarországon szerintem a kártyák többsége debit, ami, ami azt jelenti, hogy, hogy csak az a pénz van rajta, amit te rátettél, tehát nem a bankpénzét használod, míg a kreditkártyánál a bankpénzét használod, és utólag, minuszba. mit tudom én, 15 nappal az elszámolási ciklus vége után kell kiegyeinte azt a pén azt az összeget amit használtál róla és sok cég egyébként ugye a kreditkártyához ragaszkodik ami egyébként Amerikában teljesen teljesen normális. De, de itt még csak odaig jutottál el hát hogy mondjuk igen hogy mondjuk hozzájutottál egy bérautóhoz. Rendben van a következő történet hogy kell valamilyen fajta nyelvtudás ahhoz hogy általában, hogy tudják kommunikálni a, a, az eladóval. Bár Amerikában nagyon sok magyar él, de azért mégis korlátozott a, a magyarul elintézhető dolgok többsége. Most már egyébként lassan az angolul elintézhető dolgok többsége is, mert inkább a spanyol az, amit a többség beszél, de hát ez egy másik, másik kérdés. Tehát, tehát valamilyen módon tudnod kell kommunikálni az illetővel. Elmész, megnézed az autót. Tetszik megegyeztek. Régen ez úgy volt, hogy ha, ha, készpénzzel fizetted, akkor sokkal többet lehetett mondjuk alkudni, mert az amerikaiak többsége egész életében, soha egész életében nem látott még mondjuk tízezer dollárt egyben készpénzben, mert ott nem divat ilyen nagyságrendekben a készpénz. Ma már ez nem teljesen így van, de ugye Jön ez a probléma, hogy, hogy hogy fizeted ki. Már eleve az, hogyha mondjuk készpénzt viszel, akkor az már eleve egy macera a repülésnél is, mert ugye be kell jelentened, föl kell tüntetned, és a többi, és a többi. Ha mielőtt leszállsz Amerikába, a repülőgépen adnak neked egy formanyomtatványt, ott is föl kell, töltened, föl kell tüntetned, ha tízezer dollárnál nagyobb összeg van nálad, és akkor esetleg kiteszed magad annak, hogy a Például a vámosok megkérdezik, hogy miért, hogy. Itt nem érdemes egyébként hazudni, mert hogyha őszintén megmondott, hogy jöttél vásárolni hülye európaiként valamit, érted, akkor nem fognak ezzel foglalkozni. Bocsánat, De... említetted itt az alku Igen? lehetőséget. Az amerikai kultúrában ez mennyire van benne? Kérdezem például azért is, mert hogy motiválja-e például az árengedményre az amerikai eladót az, hogy az autó még a kontinensről is elkerül, és feltehetőleg soha nem fog az autóról többet hallani, hogy majd nem jössz vissza garanciális problémákkal, hogy nem kezdesz szelszentségelni. Ez, ez pont most teljesen aktuális, mert van egy ügyfelem, aki San Franciscóban talált egy veterán autót, és úgy döntött, hogy az neki kell. De innen Magyarországról nem tudtuk fölvenni vele az eladóval, nem tudtuk fölvenni vele a kapcsolatot, mert nyilván látta, hogy egy európai telefonszám, izé, bla, bla, nem lehetett vele kommunikálni, az e-mail címről látta, hogy az honnan jön, és a többi, és a többi. És megkértem egy Amerikában euh, élő, echte amerikai ismerősömet, hogy vegye föl vele a kapcsolatot, és ez minden további nélkül sikerült. Fölvette vele a kapcsolatot, és számomra, ha én eladó lennék, számomra az egy előny lenne, hogy ahogy te is mondtad, hogy az autó eljön onnan, és soha többet nem fog róla hallani, és nem fogja azt mondani, hogy milyen szartattál el nekem, mert három év múlva fékbetétet kellett benne cserélni. Tehát ez számomra egy előny lenne. És képzeld el, hogy az eladó hölgy azt mondta, hogy ez nála elvi kérdés, és ő az Egyesült Államokon kívül nem adja el az autót, és nem akarja, hogy, hogy ez a kocsi ez valaha is eljöjjön onnan. Mi azt Tehát ö, azt mondom neked, hogy, hogy igazándiból jó ez egy kirívó eset, de azt mondom, de mostanában többször előfordult, de azt mondom neked, hogy se nem előny, se nem hátrány. Szerintem az amerikaiak nem elég okosak, vagy nem elég dörzsöltek ahhoz, hogy ezt tovább gondolják mondjuk egy veterán autónál azért olyan nagyon sok minden nem tudsz reklamálni, de mondjuk egy modern autónál nem gondolják ezt tovább, hogyha ez onnan eljön, akkor az neki tök jó, mert egy életre letudta, hogy ez soha többet semmilyen formába rá visszaütni nem fog ez a dolog. Úgyhogy a kérdésre válaszolva szerintem mindegy hogy te ezt onnan elhozod, vagy nem hozod. De mondjuk, tehát eljutottál az autóhoz, ott állsz mellette, ugye megint tudnod kell kommunikálni ahhoz, hogy, hogy üzletelni tudjál az eladóval. Kell, hogy készüljön valamilyen adásvételi szerződés, ami Amerikában gyakorlatilag két sor, mert oda van írva, hogy XY, eladtam ilyen és ilyen automat, ennek és ennek. Ez két sor. Nincs, tanú, ne, is nincs tanú, semmi nincsen, aláírja az eladó, aláírja a vevő, de ez két sor. Ha nem írja bele az alvásszámot, az se számít. És ez egy, ez egy teljesen elfogadott adásvételi szerződés, ami aztán nem lesz jó, ugye, majd itthon. Ezt akartam kérdezni, hogy mielőtt megkezded az itthoni kanosszajelest a hivatalokban, Amerikában van még teendőd, vagy, vagy az az eladó hogy kvázi lejelentse a nevéről az autót? Van egyáltalán ilyen, hogy lejelented a nevedről az eladott autót? Uh, hát elvileg uh, van kint egy, tehát mielőtt elmész Amerikába, ebből vegyél. leszárom tabletta. tabletta ebből vegyél jó sokat, hogyha itthon ezt majd forgalomba akarod helyezni, mert ez segíteni fog. Uh, igazándiból le, ők le fogják jelenteni valószínűleg azért, hogy a, tehát az amerikai rendszámtáblán hátul, amit látsz kis címke, az nem azt jelenti, az nem a műszaki vizsga érvényességének a címkéje, hanem az, hogy megfizetted az adót a kocsira, hogy te használhassd az utakat. És azért, hogy, ezek, hogy ezt ne küldjék neki tovább, hogy ő fizessen, ezért valószínűleg le fogják jelenteni. Van kint egy egy olyan, szer, egy olyan szervezet, mint itthon a, az okmányiroda, ez DMV-nek hívják kint, ahol, ahol, ezeket az ügyintézéseket lehet bonyolítani, és oda valószínűleg be fog menni a tulajdonos, nem, nem is fog bemenni, hanem küld nekik egy e-mailt, és le fogja jelenteni a kocsit, hogy ő ezt eladta. Tehát ott vagy az autó mellett, és próbáltok megegyezni, megegyeztetek, megírják az adásvételi szerződést, ő az amerikai eladó gőze nincs arról, hogy Európában, vagy nem Európában, Magyarországon milyen bürokratikus ez az egész történet, és hogy formailag hogy kell, hogy kinézzen egy adásvételi szerződés, hogy abba ne tudjanak belekötni. Megírja ezt a két sort, amit már 15-ször megírt élete során, megkapod ezt a papírt, megkapod a kulcsokat, oké. Okay. De akkor most hogyan tovább? Tehát az autó ott van, te is ott vagy a bérautóddal, ha nem segítőkész az eladó, és, Milyen jöjjön veled mondjuk a legközelebbi leadópontig? Hát ezt, ezt, nem hiszem, hogy megcsinálják, de mondjuk, van, mint a Magyar Autóklub, azt kint úgy hívják, hogy AAA, tehát hogy három A betű, és mondjuk neki van erre kapcsolata, te nem is kell, egy kapcsolata legyen, csak felhívja telefonon, és rendel egy autószállítót, érted, és azzal az autószállítóval elszállítatod a kocsit oda, ahonnan gondolod, hogy majd ki fog hajózni. Igen ám, de hogyha te nem valamelyik, nem a keleti vagy a nyugati parton vásároltad az autót, ugye fizikailag tengeri szállítás, az esetek 99 ában tengeri szállítás kör történik. Nagyon ritka eset az, hogy valaki olyan drága autót vesz, és olyan gyorsan kell neki a kocsi, hogy mondjuk repülőgéppel hozza el az Egyesült Államokból Európába. Tehát ezt hagyjuk is. Tehát Döntően el kell juttatnod egy kikötőbe a kocsit, és hogyha te Oklahomába vásároltad a, a, az autót, és nincsen kapcsolatrendszered, valószínűleg nincsen az eladónak sem, mert soha az életében Oklahomából nem akarta elvinni valamelyik tengerpartra a kocsiját, akkor egy rettenetes szállítási költséggel fogsz szembesülni, mert több dollárt fognak felszámolni neked kilom, mérföldenként. Tehát az Egyesült Államokban is úgy érdemes az autót eljuttatni, tehát először is a vevő, hogyha nem egy nagyon kuráns autót keres, akkor anyagilag jobban jár, hogyha valamelyik tengerparthoz közel vásárol, hogy ne legyen a belső szállítási költség egy szemmel látható összeg. Tudsz mondani nagyságrendet? Hát szerintem most én alsó hangon azt mondom, hogy két dollárt, két és fél dollárt mérföldenként egy sima autószállító egészen biztosan el fog kérni. Na most hát ezt könnyű kiszámolni, hogyha mondjuk 1500, 1000 mérföldre vagy mondjuk a a kikötőtől, az két dollárjával, az 2000 dollár, hogy te eljuttattad. A, T több, mint 700 ezer forint csak az, hogy Csak az, hogy eljuttattad a vétel megvásárol. helyétől a, a speditőrhöz, ahol majd konténerbe fog kerülni valamelyik kikötőbe. Tegyük föl, hogy még ezt is lenyelem. Eljutott az autó a kikötőbe, és akkor itt jön az a költség, amire mondtad, hogy nem tervezhető. Ugye ezzel, kvázi, ezzel indítottuk a beszélgetés, igen. hogy most nem tervezhető nagyságrendet tudsz mondani, hogy tólig egyáltalán mire számíthat a vásárló? Hát ugye ez nagyban függ az autó méretétől, és nem csak a hosszától függ, hanem a magasságától is, mert általában a szállító cégek 40 lábas konténert használnak, és úgynevezett high cube konténereket, ami azt jelenti, hogy magasabb, mint a, a normál konténer. Ez azért van, mert az autó tehát az, úgy töltik meg a konténert, hogy nem az aljába tesznek egy sor kocsit, amennyi befér, hanem hogyha nagyon laposak a kocsik, akkor építenek egy emeletet, és két szintben hozzák a kocsikat, ha nem túl laposak az autók, akkor pedig is réhen fölállítva rakják, mert úgy több fér bele. Tehát De mondjuk az autószállító tréleren, amikor így egy alatt Igen, Igen, így Aha. van. Tehát, tehát egy konténert nem úgy kell elképzelni, hogy, 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 hogy abban van két autó, vagy három három autó mérettől függően, hanem nyilvánvalóan ugye mindenki profitorientált, tehát abbas, amennyit lehet, annyit belezsúfolnak. Ezt egy fából épített belső ácsolatot képzelj el, és úgy vannak ezek az autók berakva, kimaxolva a, a helyeket, illetve hát a speditőrök ugye ezt nem reklámozzák, de Igazándiból az autó, az csak kifizeti a konténert, mindegy, bármilyen zsúfoltát teszed, de ők a csomagokkal csinálnak sok pénzt. Na most, ha ha pehjed van, akkor a hőnvágyott autódnak a hátsó ülésére mondjuk betesznek egy 20 kilós bőröndöt, és az ott két hónapig nyomni fogja az ülést. Úgyhogy, tehát azért vannak ebben még... De nem még... zárod le az autót, amikor... Hát de az autót azt... De ja, nyugod... hát be kell állniuk, hát, és ehhez nekik kulcsot, De, de nyugodtan az lezárhatod, de a kulcsot ott kell hagyni. Tehát, uh, hogy, hogy, tehát hogy, a, hogy az autót belsejében, azt te ugyan nem látod, de hogy az autót belsejében, uh, hogyha annyi csomagjuk van, vagy nem tudom. Tehát, hogyha normálisak, akkor a csomagtartóba tesznek dolgokat. De hogyha bevették a leszaromtablettát, érted, akkor simára teszik az ülésekre is. És, uh, mert ugye akkor nem foglal extra helyet. Tehát Persze. a kocsi belsejében rakott dolgok, azok neki már ingyen vannak, és amit ő azért beszedett összeget, hogy azt áthozza, az neki extra profit. Tehát... Ha már itt tartunk, vannak kockázatai ennek a tengeri szállításnak főleg, ahogy láttuk a közelmúltban, mondjuk, hogy keresbe forgul egy hajó a Szózzi csatornába. De hogy itt kötöd kell valamiféle biztosítást, vagy ez fakultatív? Hát ha, engem, ha az én véleményemet kikérik, akkor nem kötni nem kell, lehet kötni, de konkrétan ez a biztosítás, ez ugyanolyan, mint a mint ha Magyarországon kötné biztosítást, hogyha káreseményet történik, ezzel pont kitörölheted a seggedet. Azért, mert amikor leadod az autót, akkor is, ha ez egy vadonatúj autó, Kitöltenek egy, egy sárga nyomtatványt, amin rajta van a kocsinak az eleje, hátulja, teteje és a két oldala. És ezen mindent, amit a karosszérián hibának gondolnak, azt föltüntetik. Tehát, hogyha te mondjuk a kereskedőtől vettél egy vadonatúj autót, és ezt leszállítottad a kikötőbe de útközben elütöttél három méhecskét, és az fel van kenődve a fényezésre, akkor ezen a, a három méhecskének a, a sírhelyén ott lesz egy X. De nem lesz leírva, hogy oda egy méhecske kenődött fel, hanem van, lehet, nem, van rajta egy X. Megérkezik az autód, és van rajta három ekkora öklömnyi hupli, és előveszik a papírt, és megmutatják, hogy hát itt be van x hogy ott sérülés volt. És innen kezdve. Ö, ö nem tudsz mit csinálni, de ugye jellemzően nem vadonatúj autót veszel, és azért azon használati nyomok vannak, mondjuk mit tudom én, meg van húzva a lökhárító alja, meg nem tudom. És ezt most úgy képzeld el, hogy ez minden egyes ilyen sérülés, egy X, meg egy kör, mert ugye az X-et még be is karikázzák, hogy minél nagyobb felületet takarjon ki ez a, ez a jelölés. Tehát gyakorlatilag, mintha légpuskával rálőttél volna egy bádoglemezre, annyi ilyen x és karika lesz ezen a papíron. És amikor megérkezik az autó, és te ö, megkapod, és szembesülsz a sérülésekkel, akkor gyakorlatilag nem tudsz mit, ö, nem tudsz mit csinálni. Nem tudsz érvényesíteni. Igen, mert nem tudsz érdeket érvényesíteni. Ezt a, akkor tudod, ki, nekem egyetlen egy alkalommal sikerült ö, érdeket érvényesíteni, a konténe, pont ott voltam a kikötőben, és pont le tudtam fényképezni az autót, ahogy már bent van a konténerben, és látszott rajta, hogy abban a csomagtartóban van egy Barbecue. Megérkezett a konténer Németországba. Na, ez a másik dolog, hogy nem mindegy, hogy hova érkezik a kocsi. Mert nem bántva a németeket, de ha megnézed a, a hirdetési oldalakat, akkor kurens alkatrészeket mindet uh, Kílés-Hamburg környékén, uh, meg Bréma környékén hirdetik, oh. mert a német kikötőkben, ja, és a kikötőkben nem látsz vendégmunkást, ott echte németek dolgoznak, mert borzalmasan jól lehet keresni, mert ha teszem azt, mondjuk egy Pagoda Mercedes-t hozol, amin uh, a gépháztető meg a csomagtartó fedél egy elég kuráns történet, és nekem konkrét példa, hogy kiment a, az autómentő felvenni a kocsit, hogy hazahozza, és felhívott, hogy te figyelj, ezen nincs gépháztető meg csomagtartó fedél. Hát mondom, az lehetetlen, hát egy komplett autó volt. De azt mondja, itt nem messze látok ugyanilyen színű alkatrészeket. És, nem, és jó fej volt, mert felhívott, és ugye én föl tudtam hívni a speditőrt, és mondtam neki, hogy körülbelül egy 20 percük van rá, hogy a hakatrészeket visszaszereljék az autóra, de különben nagyon nagy problémájuk lesz. Tehát az sem mindegy, hogy hova, hova szállítatod, nekem rossz, vagy legalábbis nekem rossz tapasztalatom van a német kikötőkkel, Hollandiában soha, se, soha semmi nem, ilyen probléma nem fordult elő, ráadásul mondom, Hollandiában a vámkezelés is olcsóbb, tehát ez sem mindegy, de, de ezt az egy esetet leszámítva, akkor amikor fénykép volt arról, hogy már a konténerben álló autó nem úgy jött meg, mint ahogy a fényképen van. Ezt az egy esetet leszámítva én nem tudtam biztosítást érvényesíteni. Arról nem beszélve, hogy, a, hogy amikor megkötöd a, a biztosítást, akkor is egy őrészt kell vállalnod, és a többi, és a többi. de most ha lett rajta egy karc, és mondjuk elismerik, akkor is kifutottál abból, hogy pénzt kapjál, mert hogy az önrész az magasabb, mint, a, mint, annak a javítása. Tehát, ha engem kérdezel, akkor ez egy kockázat, amit, amit nem kell bevállalni, de, de én bevállalnám, hogy nem kötök biztosítást, mert ez a, ez a tapasztalatom, hogy nem lehet úgysem érvényesteni. Ráadásul ezzel spórolni tudsz. A biztosítás összege az durván az általad megadott, az autó érték, tehát az általad megadott értéknek a, a 3%-a, mielőtt valaki elkezdenek kombinálni, hogy a 8000 dolláros autóra 800 ezer dollárt fog mondani, és hát ha történik valami útközben, szóval nem tudod annyival fölül értékelni, hogy aztán rimánkodnod kelljen, hogy leessen a konténer a hajóról, és elsüllyedjen a tengerbe ami már egyébként velem például előfordult, de, de már a lerakódásnál elejtette. Most itthon is volt egyébként egy ilyen kamionos. Mit mondasz ilyenkor a megrendelődnek? Hát, hogy rábaszott. Viszmajor, Hát, nem. Mit, mit, mit tudsz mondani? Érted? Tehát ha volt rajta, tehát ilyen esetben azért, ha volt rajta biztosítás, akkor. Lehet kicsit valósítani. Igen, a, a, lehet mérsékelni a, a veszteséget, de. Ha nem volt rajta a biztosítás, akkor nem, de, de tehát ennek, ennek olyan kicsi az esélye, hogy egy ilyen káresemény bekövetkezik, hogy, hogy ez gyakorlatilag a nullával egyenlő. De előfordult már, mint ahogy előfordult, hogy nem tudom, már közel Európa partjaihoz, vagy nem túl távol még Európától elromlott a hajónak a motorja, és a hajós társaság úgy döntött, hogy Amerikába vontatja vissza a hajót, nem Európába megjavítani. Hát ez egy jelentős késés az mennyi autó. Volt ez három hónap? Hát nem tudom, de rohadt sok volt, mert nem emlékszem rá, mert nyilván vontatva lassabban halad, és ugye, hogyha oda visszavontatják, ott újra kirakják a hajót, ráteszik egy másik hajóra, ami újra elindul, de ez mind olyan dolog, ami mondjuk 20 év alatt egyszer előfordul, olyan is előfordult, hogy kiderült, hogy abba a konténerbe, amiben nekem volt autóm abba a konténerbe, vagy nem is, nem is biztos, hogy abba a konténerbe, de azon a hajón, amin az én konténerem volt, vagy az én autóm volt, abba, azon a hajón van olyan autó, ami lopott. És ez utólag derült ki. És ott is visszafordították a, a hajót, és vissza kellett menni az Egyesült Államokba, lerámolták róla a lopott holmit, és utána újra el tudott indulni Európába. Tehát azért vannak ennek ilyen buktatói, arról nem beszélve, tehát visszatérve arra, hogy még ott állsz az autó mellett, a, amikor megveszed a kocsit, akkor valamilyen úton, módon meg kell győződnöd róla, hogy azon például nincs bankhitel. Mert ha te nem győződsz meg róla, az egy dolog, de a, amikor a, a speditőr berámolja az autókat a konténerbe, azt le kell vinnie a kikötőbe az nem kerül automatikusan föl a hajóra, hanem az amerikai vámhivatal a konténer jegyzéket, amiben benne vannak az autóknak a forgalmi engedélyei és a többi, és a többi, meg egyáltalán, hogy milyen, mi, mi, milyen áru van a konténerbe, ezt a konténer jegyzéket le fogja ellenőrizni. És meg fogja nézni a nyilvántartásba, pont ilyen eseteket elkerülendő, hogy lopott legyen és a többi és a többi, le fogja ellenőrizni a nyilvántartásba, hogy azt ki lehet-e vinni az Egyesült Államokból. És hogyha ezen banki tartozás van, akkor megint úgy jártál, hogy megszoptad, mert hogy az az autó onnan nem fog eljönni egészen addig, amíg a bank nem bólint rá, hogy oké, okay, minden rendezve van és vihetitek, az egészen biztos, és hogyha ezt nem tud, nem tud lerendezni ha a valószínűleg rossz hiszemű eladóval, akkor mit tudsz tenni? Már kifizetted a kocsit, kénytelen leszel a zsebedbe nyúlni, és a bank felé is rendezni a dolgokat. Hányszor játszottad végig ezt a folyamatot eddig során? Már a problémás eseteket? Vagy nem, a... nem, úgy általában a teljes folyamat. Hú, nem tudom megmondani, de nagyon, nagyon sokszor. Nagyon sokszor. És nagyon-nagyon ritkán voltak ilyen Ilyen problémák, ami ilyen súlyos ö, probléma, és, és de, de én azt gondolom, hogy mindig a legrosszabbra kell, vagy a legrosszabbat is el kell mondani egy ügyfélnek, pont azért, hogy utólag ö, ne, le, ne legyen annyira rossz a szájze, hogy hát ezt nem mondtad. Tehát ö, nyilvánvalóan Ausztriában sokkal kisebb kockázat vásárolni egy autót, ö, nem, Ausztria rossz példa a sózás miatt nagyobb kockázat, de mondjuk Németországban vagy Hollandiában sokkal kisebb kockázat vásárolni egy használt autót, mint az Egyesült Államokban, mert nem mindegy, hogy tőled az autó ezer kilométerre van, vagy tízezer kilométerre. Hazaért az autó. Tegyük fel, hogy egyben van, nem történtek sérülések, nem rakták be a grillt a hátsó ülésre. Ott állsz Rotterdam kikötőjében egy autó, valaminek nincsenek európai papírjai. Hogyan tovább? hát ugye azt hozzá kell tennem, hogyha valakinek probléma, hogy az európai kikötőből hogy jöjjön haza Magyarországra, van itt olyan speditörök is, akik már, ha, már elhozzák Magyarországra a konténert, de érdemes olyat választani, aki már Hollandiában, vagy Németországban, vagy bárhol máshol, mint Magyarország levámkezeli, mert a mert a, a vámtétel az mindenhol 10% kivé, a, a, az autókra, kivéve Hollandia a veteránok esetén, mert ott csak 6%-ot kell fizetned. De a, a 10% vámra mindenhol máshol Hollandiát leszámítva még rájön a helyi áfa. És hát tudjuk, hogy Magyarországon az áfa az mekkora valószínűleg ennél magasabb áfát nem tudsz találni, tehát csukott szemmel bárhol vámkezelheted az autót, valószínűleg olcsóbb lesz, mint hogyha Magyarországon vámkezelnéd, és valószínűleg nem fogják feltételezni azt rólad, hogy az a számla, amit benyújtottál, az nem, nem feltétlenül fedi a valóságot, ezért érdemes kint levámkezelni. Na most, ha nem olyan speditört választottál, aki Magyarországra elhozza a konténert, és mondjuk mondjuk azt, hogy Rotterdamba ott állsz az autó mellett, az autót kirakták, semmi baja, megérkezett, már a speditőr elintézte a vámkezelést, mert kérted, és a többi, és a többi, és ott állsz, kifizetted a tárolási költséget. Egyébként az, tehát azon kívül, hogy Amerikába a konténeres cég fog neked számolni egy, egy, költséget, amiért a konténert áthozza az Egyesült Államokból Európába. Az európai kikötőben is vannak költségek. Olyan költségek, amire nem is gondolnál. Van kirakodási költség, mert hogy leveszik a hajóról a konténert. Konkrétan a konténerből való kirakodásnak van költsége, mert hogy kiveszik az árudat a konténerből. Van környezetvédelmi költség, amit neked felszámolnak, mert pöfögött a dízel targonca. Van vámkezelési jutalék, mert ugye elintézték helyetted a vámkezelést, és a, van üzemanyag, úgy hívják, hogy dízel fuel charge, hogy az üzemanyag, dízel üzemanyag, költség vagy, tehát, tehát, még a, a, azon a számlán amit kapsz a speditőrtől, azon lesz még legalább hat tétel, hogy még mit kell Európában kifizetned. Ez nagyságrendileg a vám, vám, vámot nem számolva, ez egy durván 500 eurós ö, költség, amiben ez a sok apróság összeadódik, illetve ö, Ebben a költségben, ebben benne van, hogy bizonyos ideig ö, állhat a speditőrnek a telepén az autó. Igen, ám, de téged érte egy baleset, és nem tudsz intézkedni, és két hónap múlva raktak össze annyira, hogy ezzel tudjál foglalkozni. Na most te két hónap költség, két, nincs benne két hónap, hogy ez ott ingyen álljon, tehát neked, mit tudom én, 10 eurót naponta föl fognak számolni, hogyha mondjuk két héten belül az árudat nem fogod elvinni, és hogy onnan nem fogod elhozni addig, amíg ezt ki nem fizeted, az egészen biztos. Tehát, hogy Isten bizony, majd utalok, meg nincs nálam pénz, Hát ott mindenki széttárja a kezét, és jó napot kívánok. Tehát ott azt, ki, ott azt ki fog kelleni fizetni. Tehát ott állsz az autó mellett, minden rendben van, elhozhatod az autót, lesz egy még egy plusz költséget, hogyha az autó nem tud a saját lábán fölállni a trélerre és a tréleres nem tudja fölcsörlőzni, vagy nem tudom, mert mondjuk annyira össze van törve, vagy mindegy, tehát nem tud fölállni a saját lábán, és targoncával fölrakják neked, vagy nem neked, a, a tréleresnek fölrakják targoncával a, az autómentőnek a platójára, azért is fizetned kell. Tehát gyakorlatilag... Beszelő. Igen, tehát mindenért fizetned kell, de ez Amerikában is számít, mert ha te odahívod az autómentőt, és az autómentőnek ezzel szívás van, tehát nem úgy van, hogy a sofőr beleül, elfolytja a kulcsot és föláll a, az autószájtónak a platójára, akkor, akkor, az neked ott is extra költség lesz, hogy ezt neki már valamilyen utomódon meg kell oldania. Tehát mm, a másik lehetőséged, ez amit mondtam, hogy egyenesen Magyarországra szállítatod, de akkor is úgy célszerű, hogy már kint megcsináltad a vámkezelést, tehát uniósítottad a történetet, már abból a szempontból, hogy a, a közterhek ki vannak rá fizetve. A harmadik lehetőség, hogy ami szerintem egyébként a legdrágább, hogyha te kimész érte, trélerrel, és fölrakod magadnak, és hazahozod, mert annyiból, amennyiből egy autómentő ezt megoldja neked, aki ugye kifelé is fuvarba ment, meg visszafelé is, ráadásul két-három autót hoz, annyiból ezt te nem tudod megoldani, mert ugye ki kell autóznod, vissza kell autóznod, enned, innod, megszállnod kell, és a többi, és a többi, de ez a, ez a másik lehetőség, hogy te elhozod onnan. Tudsz mondani egy hozzávetőleges százalékot az autó árát figyelembe véve? mondjuk legyen egy ilyen charger 50 ezer dollár, igen. mert nagyon szép és nagyon különleges és limitált példányszámú. Tehát, hogy az 50 ezer dollárnak nagyjából hány százalékát teszi ki a kapcsolódó ügyintézés, mire még nem magyar papírokkal, de már a ház előtt van az autó. De a vámmal meg az áfával Aha. együtt? Igen, igen, igen. Ö, hát durván a, hangsúlyozom a számla, a számla értékének, durván a 30, mert ugye a számlát, vagy a, a közterheket azt úgy fogják kiszabni, hogy a vámmal növelt értékre jön rá az áfa, nem csak Magyarországon, bárhol Európában, tehát a vámra is áfát fizetsz, tehát kifizeted a számla értékén, mert ugye az eladó lehet hülye, és az 50 ezer dollár értékű e, chargernél rohadt nagy szerencséd van, és 19 ezerért adta el, mert kopog a motorja, de tehát hangsúlyozom, a számla értékének a, a 10%-a az a vámtétel. A vámmal növelt értéknek az adott ország, mondjuk Németország, ugye 19% áfa, tehát a, a 10%, a 10 vámmal növelt, mondjuk 50 ezer dolláros autó, 5 ezer dollára a, a vámtétele, és az 55 ezer dollárra jön rá a 19% áfa, ami durván 10-11 ezer dollár, tehát már 15 ezer dollárnál tartasz, ami a vám meg az áfa volt. Tehát, hogyha ezeket kiveszem a, a képből, a vámot meg az áfát, én azt mondom neked, hogy átlagosan egy nem túl ö, komplikált helyről ö, megvett autónak az Európába juttatása az durván 5 ezer dollárba van, körülbelül durván. És, és akkor, akkor nyilván, tehát, hogy ebben benne van az, hogy kimész, hogy megvizsgálod? Nem, ebben nincs benne, hogy kimész, ebben az van benne, ja, hogyha ja. te megvetted az autót úgy, hogy megbíztál a jó szerencsétben, meg az eladóban, és, és volt valaki, aki azt a rengeteg macerát, hogy oda küld egy szállítót, fölveszi az autót. Tehát ez egy költség. Persze. A szállító leszállítja a kikötőbe... Ugye ott van egy belső szállítási költség, van egy banki átutalási költség, mert ugye át kellett utalnod a, a, a vételárat. Utána lesz egy költséged magára a tengeri szállításra, a, a konténer, ö, ö, konténeres költséget, illetve lesz az az 5-6 apró ami az európai kikötőben jelentkezik, és lesz még egy költséged arra, hogy a kikötőből te ö, eljuttatod a a járművedet Magyarországra. Tehát én azt, gondolom, hogy ez reálisan, átlagosan nagyjából ezt, a, ezt az 5000 dolláros 5000 dollárral számolhatsz, ami most körülbelül nem tudom, másfél millió forint. Ott el az autó a házam előtt. Legálisan, vámkezelve, európai ösítve, ahogy te mondtad. Mi az első lépésem, hogyha magyar rendszámot szeretnék rátenni? Elmész és veszel be tablettát. <laughs> és amikor ezen túl vagy... Akkor veszel még? Hát igen, akkor, akkor az első dobozzal azt beszeded, és a kinyitod a másodikat is, hát utána először is kéne vizsgai időpontot szerezned, hogy a, az autó megfelele a magyarországi követelményeknek, nem fog neki megfelelni. Ö, hogyha ha nem akarsz nagyon sok pénzt költeni a beszarom tabletára, akkor célszerű keresni egy olyan kapcsolatot, akinek vannak kapcsolatai, és aki ezt az egész bürokratikus ügyintézést átvállalja tőled némi alkotmányos költségért cserébe. Mert amin, amin keresztül kell menned, ö, ugye keresztül kell menned azon, hogy kérsz egy vizsgaidőpontot, ami sok súlyos hetek, igen ám, de vizsgaidőpontot. időpontot, tehát elvileg egy normális közegben tudná vizsgai időpontot kérni, amikor az autót föltették a hajóra. Mert tudod azt, hogy nagyjából két hónap, két és fél hónap múlva meg fog, meg fog jönni, tehát tudná kérni. De nem tudsz kérni, mert nem tudod azokat a papírokat prezentálni, ami ahhoz kell, hogy bejelentsd vizsgára. Például nincs vámcédulád. Tehát euh, kell, kell egy vizsgaidőpont, időpont, el kell juttatnod a kocsit, plusz költség, a vizsgaállomásra, mert ugye nincs rajta rendszám, rendszám nélkül nem lehet, hát ha csak nem egy robogót vettél, nem lehet vele közlekedni, tehát el kell juttatnod a vizsgaállomásra. Ott, ott ugye a vizsgasoron meg kell, hogy feleljen a magyar előírásoknak az autó, és azt követően el kell menned befizetni a mindenféle közterheket, a regisztrációs adó és vagyonszerzési illeték, magyarul átirási illeték, és a többi, és a többi. Ezt mind, mind be kell fizetned. Ezt több helyen kell természetesen intézned, mert ugye először is elmész a vámhivatalba, és, meg, és megfizeted, amit kell, aztán elmész az okmányirodába, és a többi, és a többi. És hogyha ha mindez, mindez megvan, és optimális esetben az autód mégis levizsgázott, ezeket a köztereket megfizetted, akkor ugye újra elmész az okmányirodába, eltöltesz ott egy napot, és meg fogod kapni a, a, magyar rendszámodat és a magyar forgalmi engedélyedet, de még előtte biztosítást kell kötnöd, mert ugye az is kell ahhoz, hogy rendszámot, forgalmi engedélyt kapjál, és utána boldogan némi hajszállal gazdagabban, és nagyon sok pénzzel szegényebben boldogan hasznátod a járművet. Szerintem most nagyon-nagyon sok embernek elvettük a kedvét. Mondj valami pozitívat, ami miatt mégis érdemes belevágni. Hát a, amiért esetleg érdemes Amerikából autót hozni, az, tehát csak olyan autót érdemes onnan hozni szerintem, amire nincs más alternatíva, hogy hozzá. Ez nem hozzáférhető Európában. Hát nem hozzáférhető, vagy annyira kurens, hogy, hogy, nagyon, nehéz, nagyon nehéz esetleg beszerezni, vagy olyan, olyan elborult elvárásaid vannak, hogy te fekete belsős autót nem akarsz venni, hogy annak színes legyen a belseje. Most ugye a, mondjuk a német piac, ami a legnagyobb használt autópiac, és amit leg, legtöbben nézegetnek az emberek, ott a sláger Németországban az ezüst autó fekete belsővel. Hogyha igen, borzalmas. Hogy lehet így élni? <laughs> Mindegy, de tehát hogyha te ezzel meg tudsz barátkozni, és el tudod képzelni a, az egyébként dögös autódat ezüst színben fekete belsővel, akkor, akkor, jobban jársz, hogyha, ha ezt Németországba vetted meg, mert sokkal kevesebb macera. Tehát Amerikából szerintem azt érdemes hozni, ami egy kicsit különleges a modern autókból, vagy ami, vagy ami Európában nem hozzáférhető, és gondolkodni azon, hogy mindenáron, tehát hogy a honosítását, most, hogy azt Magyarországon Képzeled -e el, vagy van kapcsolati rendszered, és esetleg ezen uram, bocsánat, nem, feltétlenül magyar rendszám lesz, de hogy egy Európai honosítást, hogy, hogy képzelsz el? Erre, ezt, ezt előre érdemes kitalálni, mert ha már megvetted, ha már kifizetted a sok pénzt, ha már megérkezett akkor már benne vagy egy mókuskerékbe, amiből igen, hát nem, mert, hát mert mit, igen, hát igen, tehát hogyha ezeket nem előre gondolod meg, akkor, akkor már lépéskényszerbe vagy, hiszen elköltöttél nagyon sok millió forintot, és akkor még ennyit, még ennyit, még ennyit, hogy legyen megoldás, tehát ezekre előre érdemes, előre érdemes gondolkodni, illetve veteránban azért jó a az amerikai piac, mert amerikai, hogyha amerikai veteránt akarsz venni, nyilvánvalóan a legnagyobb piac Amerika, vagy az Egyesült Államok. Ha pedig, ha pedig európai veterán autót akarsz venni, akkor általában olyan felszereltségű veterán autókat, mint ami az Egyesült Államokban van, hogy teszem azt egy 1970-es évek elejéből származó mondjuk BMW-ben van légkondicionáló berendezés, bőrkárpit, motoros ablakok, automata váltom, mindenkit kérek, hogy felejtse el, borzalmas, mert egy, na mindegy, szóval azok az öreg automaták katasztrofális, de mondjuk azért ott is ki lehet fogni a veteránokból kéziváltóst, de tehát olyan felszereltségi szinten meg tudod venni az autót, ami Európában gyakorlatilag nem létezett. Mert mert az a jólét, ami mondjuk a 60-as, 70-es években Amerikában volt, attól még Európa akkor a második volt. világháborús szopások után még nagyon messze állt tőle. Tehát hiába vásárolt valaki mondjuk egy új 123-as Mercedes-t, és mondjuk 300-as motorral vette, de az esetek döntő többségében nem a turbodizelt vette, hanem a sima dizelt, mert olcsóbb volt. És nem kért bele tetőablakot, klímát, bőrkárpítot, automata klímát, tempomatot, és a többi, és a többi. Amerikában pedig ez széria volt, mert teljes... Fel sem merült, hogy ez nem így lesz. Tehát gyakorlatilag ö, teljes felszereltséget tudja megvenni, de ez egyébként a az 50-es, 60-as évek európai autóira is vonatkozik, hogy, hogy gyakorlatilag olyan felszereltséggel, mint ott, nem tudsz Európában venni. És akkor a legutolsó kérdés. Te még csinálod, vagy most már olyan mértékű lett a hozzátartozó szíves és bürokratikus ellenállás, hogy már, hogy már neked sem esik jól nekiállni? Ha, ha, nem olyan ember akar vásárolni, aki már, akinek már elintéztem esetleg ezt az egész történetet, akkor meg se bíz vele, hiszen nem lesz bizalma. Mert ha én nem ismerlek téged, és te odajössz hozzám, és fölteszed azt az első három egyszerű kérdést, mennyibe kerül, mennyi idő alatt jön meg, és ö, ö, körülbelül mire számíthat az itthoni ügyintézéssel, és erre mind a három dologra, vagy legalábbis az első kettőre azt mondom, hogy nem tudom, vagy csak nagyon-nagyon nagyságrendekben tudok válaszolni, az itthoni így meg őszinte vagyok és azt mondom neki hogy egy borzalmas fejfájás akkor valószínűleg el fogom tántorítani de úgy korrekt ha, ha eltántorítom vagy ha ezt elmondom neki hiszen ha már belekezdett akkor amiről beszéltünk benne van a lépéskényszerbe és és és, és, és és egyszerűen beláthatatlan, tényleg. Tehát a, a, a mai, mai, helyzetben beláthatatlan, így ezáltal, hogy ezeket én se tudom neki megmondani, így nem valószínű, hogy, hogy megbízna valaki vele. Ha tetszett a beszélgetés, akkor nyomjatok csengőt, lájkot, like iratkozatok fel, mert nagyon sok hasonló érdekességgel készülünk még, többek között Siva is vissza fog térni. Valamint, ha van kedvetek, írjátok meg azt, hogy milyen témában hallgatnátok szívesen ilyen beszélgetéseket, vagy azt, hogy ki az, akivel konkrétan dumálni kéne.